Jó napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a videóban szeretnék egy kis gyors évösszegzést csinálni, hogy nekünk hogy sikerült az idei méhész szezon. Itt vagyunk most Nógrádba, feljöttünk arra a helyre, ahol az északi akácra szoktunk járni. Hoztunk egy kis akácmézet kóstolóba, rendeztük a restanciánkat. Ez így szokott működni, hogyha kimegyünk egy területre, a terület tulajdonosának mindig szoktunk vinni egy kis kóstolót. Karácsonyra oda szoktunk kérni, ilyenkor már kicsit lecsendesedik a szezon, főleg az értékesítésen van a hangsúly, és ilyenkor tudunk rá jobban időt szakítani. Egyébként az akácméz szermés, az azt tudom elmondani, ahogy nekünk sikerült nyilván, nem sikerült túl jól tavaly, úgyhogy nem jöttünk fel Nógrádba, kétszer annyi mézet sikerült termelnünk akácmézet, mint az idei évben, úgyhogy két helyen voltunk, és 95 családot a 120-ból felhoztunk Nógrádba is, úgyhogy annak ellenére nem sikerült olyan jól, ugyanis nagyon komoly fagykárok voltak, vagy négy soron lefagyott az akác, és így nem sikerült jól, viszont ez az év csapadékosabb volt, mint a tavalyi, emiatt sokkal jobban sikerültek a virágmézek, meg az egyéb mézek. Ugye igazából a galagonyánál, meg a repcénél kellett volna kezdenem, csak ha már itt vagyunk, akkor ezzel kezdtem, a nógrádi akáccal, de a galagonya az is egy átlagos mennyiségű lett. Repcére csak 30 családot vittem el, inkább kevesebb, de jobb minőségű galagonya mézet termeltetek velük. Ugye természetes is kevesebbet is permetezik, de mivel a repce mézet is keresik, emiatt azokat a vásárlóinkat is szeretnénk kiszolgálni, és emiatt repcére is el kell vinni valamennyi családot. Ugye utána jött az akác, amiről az előbb beszéltem, aztán megcsináltuk a szaporításokat, és berendeztük a családokat a vaddohányra. Ugye a lépátfüggesztéses egyenlő lépes technológiával dolgozok, hunorral és félkerettel. A lépátfüggesztéses technológia miatt lett valamennyi selyemfűves mézünk, ugye azért selyemfűves, mert az akácra hordják rá, ugye ott van egy akác mézkoszorú, amiben bepakolják a selyemfüvet, és ezt szoktuk így egybe kipergetni, ez egy nagyon jó minőségű méz szokott lenni. A selyemfű alatt virágzik a levendula is, oda is elvittem 6 családot, abból is lett egy néhány kiló. Egy kis érdekesség, kis ínyenc dolog, kevés van belőle, de jó minőségű, finom, különleges, meg legalább plusz egy mézfajta. Szeretik az emberek egyébként, aztán elmentünk napraforgóra, ugye a sok csapadék miatt, hál' Istennek, virágzásba is kapott egy kis esőt, és nagyon meleg volt, ami a napraforgó mézeléséhez jó, az kiugróan jól sikerült idén, így a virág meg a napraforgó jól sikerült, az akác nem, de egy erős átlagos vagy egy erős közepes évet mondhatunk igazából a magunkénak. Most így a téli időszak beköszöntével az értékesítésen van a hangsúly és a műhely munkákon, hétvégente piacozunk, kiszállítunk hétköznap, üvegezünk, olvasszuk a lépeket, éppen mire jut idő. Szombatonként Kecskeméten szoktunk lenni a Széchenyi Városi Kispiacon, vasárnaponként Budapesten, hétfőn Ladányban én, és most idén először, és az először idén a kecskeméti adventi vásárba is jelen fogunk lenni, december 1-től december 31-ig minden hétköznap 4-től este 9 óráig, és hétvégente délelőtt 10-től este 9 óráig fogtok ott megtalálni minket. Készülni fogunk különböző akciókkal, érdekességekkel, újdonságokkal. Gyertek el, kóstoljatok és látogassatok meg minket. Eddig így alakult az év, és a továbbiakban majd még jelentkezem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!